Tiszteltek, köszöntjük kedves nézőinket, és köszöntöm beszélgető partnerem dr. Tőrme Gyulát, a Munkáspárt elnökét. Elnök úr, ahogy közelik a 2022-es parlamenti választások, úgy kezd kirajzolódni a liberális ellenzék előválasztási listája is. Többek között nyilvánosságra került már Dobrev Klárán a DK-tól, a Jakab Péter a Jobbiktól, Fekete Győr András Momentumtól és Karácsony Gergely, mint főpolgármester, tehát hogy ők a miniszterelnök jelöltek. Elnök úr, hogy minősíteni a jelöltek listáját? Hát ahhoz, hogy megértsük ezt az egész küzdelmet, ami ma folyik, látni kell, hogy mi is történt itt az elmúlt esztendőkben. Ugye 2010-ben a Fidesz hatalomra került. Ugye azért kerülhetett hatalomra, mert a MSZP-SZDSZ koalíció nem tudott megbirkózni az ország gondjaival. Ott meg ugye volt nem kevés, hiszen a világ válságban volt. Megnőtt a munkanélküliség, az emberek elégedetlenek voltak. Ennek egy nyílt kifejezése volt ugye a televízió ostroma körüli botrány, az ottani csatározások. Világossá vált, hogy a Gyurcsány kormány csak akkor tudná fenntartani Magyarországon a rendet, hogyha erőszakot vetne be. Hát nyilván, senki nem akarta, se itt van, se külföldön. A Fidesz ugye azzal győzött, hogy megígérte a népnek, hogy adni fog nekik, és az elmúlt 10 évben ugye nagyon sok mindent adott is. Mint ahogy sokszor elmondtuk, nem annyit, amennyit mi adnánk, meg amennyit kellene, de kétségkívül adtak. Na most a liberális és szozdem ellenzék, amely időközben ugye összemosódott, nagyon szeretne már hatalomra jutni. Tehát azok az erőfeszítések, amik itt történnek, semmi másról nem szólnak az ő részükről, mint hogy mi legyen az a taktika, mi legyen az az eszköz, mi legyen az az elképzelés, amivel meg lehet a hatalmat szerezni. A gond ezzel az ellenzéki koalícióval az, függetlenül a személyektől, hogy két dolog hiányzik. Nincs egy megfelelő személyiség, amelyik vezetné, és nincs egy olyan program, amely az ország fejlődését a jövőbe biztosítaná. Személyiség persze sok van, az ön által felsoroltak is, hogy aztán ezekből melyik lesz igazából az a személy, aki mögé oda tudna állni az ország egy része, azt már még nehéz megmondani. Én jó szívvel egyik mellé se állnék. Azért nem állnék, mert ugye ezek megosztják a társadalmat. Az egyiknek nagyon tetszik, a másiknak nem nagyon. Szerintem többen vannak, akiknek igenis kételyek vannak. Az ellenzéki politikusok, akik hatalomra kerültek a önkormányzati választásokon, nem bizonyítottak. Tehát ha mondjuk Karácsony Gergelyt főpolgármesterként csodát tett volna Budapesten, akkor biztos, hogy a nép követni, de nem ez történt. És ezt el lehet mondani a 9. kerület polgármesterre, meg az összes többiről, ami ugye hatalommal való visszaélés, lopás, csalás, berendezkedtek arra, hogy nap mint nap a kormányt támadják. Egy szóval, azt gondolom, hogy ez kevés. És nincs program, legalábbis nincs jobb program, mint amit a jelenlegi kormány az ország építésében, a válság leküzdésében az ország elé kínál. Most program megvezetők hiányában az egész csak egy ilyen hatalmi betelkedés. Tehát Fekete Győr Andrásnál az a programja, hogy ha majd a Momentum kerül hatalomra, akkor elszámoltatja, ugye a felcsuti per, ha jól emlékszem, valami ilyesmit emlegetett programjában. Tehát ez betudható programnak, vagy ez már nagyon radikális? Ugye mindenki hallgat erről a programról, még a liberális ellenzéki pártok is. Hát nyilvánvalóan Momentum egyedül nem tud győzni. A többiek meg azért nem osztják ezt a véleményt, és ez a program, amit a Momentum előterjesztett, ez abszurdum. Tehát nem lehet egyik percről másikra fölforgatni az alkotmányos rendet, és úgy tenni, hogy a törvények nem léteznek. Magyarországon lehet a bűncselekményeket kinyomozni, arra vannak törvények, ahhoz kell politikai akarat, meg lehet csinálni. Egyébként ebben a mi receptünk a legjobb, mert a Munkáspárt azt mondja, hogy a népnek kell ellenőrizni. Itt soha nem fogják ezek a pártok felszámolni a korrupciót, mert maguk is benne vannak. Csak azt tudná, aki kívülről jön. Kívülről pedig a nép jön, a Munkáspárt jön, mert erre lenne szükség, nem ezeknek az ellenzéki pártoknak a viaskodására. Azt mondja a népi bölcsesség, hogy kutyából nem lesz szalonna. Most ön szerint egy szélső jobboldali, nem mondom, hogy fasiszta, mert nem akarok csúnya szóval illetni, de egy szélső jobboldali vallású politikusból lesz liberális demokrata?
vagy csak a pénz és a hatalom, ami A Jobbik párt az két gondolat jegyébe született, a cigány ellenesség és a zsidó ellenesség jegyébe. Ezzel jutottak be annak idején a parlamentbe, ebből éltek. Ugye, megpróbáltak valamivel később ugye, ilyen úrifiú arculatot fölvenni, ezt próbálják ma is csinálni. Igen ám, csak ez egy nem nagyon hiteles. Tehát ugyanazok, akik néhány évvel ezelőtt utálták a cigányokat, és van kicsit leplezetten, de egyfajta antiszemitizmus is megfogalmazódott bennük, azokról ma nehéz elhinni, hogy hirtelennyiben ilyen európai politikussá váltak. Most én ajánlanám ugye az MSZP-s hívőknek, tehát azoknak a rendes, egyszerű embereknek, akik eddig hittek az MSZP-be, hogy most miért, hogy tudják elképzelni azt, hogy odaállnak egy jobb oldalon. De bocsásson meg, elnök, hogy közben állok. Az MSZP-nek nincs is miniszterelnök jelöltje. Hát ez meg aztán végképp. Az MSZP valamikor kormánypárt volt. Így van, ez végképp szégyen, hogy az MSZP azt mondja, hogy ha a Karácsony úr majd indulna, akkor majd ők támogatnák. Hát ez azt jelenti, hogy ez a párt már nem párt, mert nem képes kitermelni egy miniszterelnök jelöltet. Karácsony Gergely kritikusaitól hallottam, hogy ha ő lesz a miniszterelnök jelölt, akkor az M7-esen is lesz majd biciklisáv. Tehát tudjuk, hogy ez kicsit megmosolyogtató, de sajnos Budapestből tudjuk, hogy van benne realitása is. Elnök úr, ez az előválasztás, ez egy nem hivatalos, mondhatni, illegitim választás lenne, hiszen a választási törvény ezt nem tartalmazza. Ennek ellenére nem lesz olcsó mulatság. Ki fogja ezt megfizetni? Tehát a pártok fogják megfizetni, vagy esetleg valaki mással fogják? Az előválasztási cirkuszt természetesen a pártok maguk fizetik, de hát tudjuk, hogy a pártoknak ugye önmagában nem sok pénzük van. Az állam támogatja ezeket a pártokat. Ugye az önök parlamenti párt nagyon komoly pénzeket kap, milliárdokat. Tehát végül is mi fizetjük meg az ellenzék saját játékát, miközben igazából a 8 millió magyar választónak az öme ebben a játékban nincs benne. Hát ez kifejezetten az ellenzéki pártok, és egy picikét az ellenzéki pártok választóinak a játéka, aminek a költségeit mi fizetjük meg. Hát érdemes lenne ezen elgondolkodni. Mi egyébként azon a véleményen vagyunk, hogy a pártoknak egy büdös fillért nem szabadna adni, éljenek meg abból, amit a tagságuk összead. Kordás László, a Magyar Szakszereti Szövetség elnöke nyíltan beállt Dobrev Klára mögé, és azt mondta, hogy ő 100%-ban támogatja őt. Most ön szerint szerencsés dolog az, hogy egy ekkora háttérbázissal rendelkező érdekvédő ilyen nyíltan kerekperec letegye a voksát az általa képviseltek nevében is egy politikus mögé, egy politikai irányzat mögé? Hát nézze, azt hiszem, hogy Magyar Szakszeretek mai vezetője az elvtelenség a megalkuvásnak olyan mélységébe jutott, aminél többet már nagyon, nagyon nehéz elképzelni. Hogy neki személy szerint mi a véleménye Dobrev Kláráról, az az ő dolga, azt mondja el, írja. De ő nem egy magánszemély, hanem ugye a legnagyobb magyar szakszereti tömörülés vezetője. Most abban a szakszereti tömörülésben pedig nem csak Dobrev barátok, meg DK barátok, meg Gyurcsány hívők vannak, hanem egyszerűen rendes, becsületes, tisztességes emberek, akik ebben az országban jobb körülményeket, több pénzt, jobb életet szeretnének élni. Még munkáspártiak is vannak, kommunisták is vannak, tőkeellenesek is vannak. Akkor még miről beszél ez az úriember? Hát Dobrev Klára a magyar kapitalizmus testesíti meg, ennél liberálisabb pro-európai program nincs a világon sem. Ezt nem lett volna szabad megengedni, és én a szakszeretek helyébe ez ellen tiltakoznék. A meghatározottabban tiltakoznék, és ennek az embernek nem lenne helye a szakszereti mozgalom élén. Igen, olvastam én is már, hogy vannak ellenhangok ellene. Hát majd eldöntik a tömörülések, hogy mi legyen tovább. Nézem, és sose fogjuk elfelejteni neki azt, amikor a munkáspárt kongresszus, nem akár, hanem a kongresszus párt egész tagsága nevében tiltakozott a úgynevezett rabszolgatörvény, a munkatörvénykönyv megváltoztatása ellen. És épp abban az órában Magyarországon a szakszeretek gyűlést tartottak,
és elküldtük oda a képviselőnket egy támogató levélre, még a levelet sem volt hajlandó elfogadni. Hát ez azért végképp egy nem csak civilizálatlan, de egy politikailag fölháborító, és emberileg pedig undorító magatartás. És még ironikus is volt, mert azt mondta, hogy Türme Gyula majd írjon Orbán Viktornak levelet. Hogy látja, elnök úr, hogyha ez a hat párti tömörülés összejön, nyernek, vagy bármi történik a politikában, lesz harmonikus kapcsolat köztük? Tehát fognak ők tudni együtt kormányozni? Nyerni egy dologgal tudnak, és ők ebben bíznak, hogy a magyar társadalom egy részében egy semmivel sem magyarázható Orbán utálat van. Én nagyon biztatném az embereket, hogy ezt tegyék félre. Hát nem azt kell megítélni, hogy szeretem-e a miniszterelnököt, vagy nem szeretem, hanem azt kell megítélni, hogy hogy élünk, mit csinálunk, melyik pártól várhatok változást. Na most a hatalomra kerülnek, ebből már egy kis kóstolót kaptunk itt Budapesten is, a kerületekben is, Egerben is, ugye, ahol természetesen vagy szétesik a koalíció, vagy egymás torkának mennek, mert teljesen más szempontok vannak. Tehát addig, amíg adja az ehhez, hogy győzzük le az ellenfelet, győzzük le a kormányt, addig minden rendben van, de amikor el kell osztani a zsákmányt, a dinnyeföldet, akkor egymás torkának esnek. Ezt látjuk itt Pesten is, Újpesten is, kerületekben mindenre. Hát én azt gondolom, hogy semmi jó nem várható. Egyébként ezt a moslék szót, ezt elsajátították tőlem, de én használtam annak idején a választáson először, amikor azt mondtam, hogy tudja, ez olyan, mint a borkóstolás. Az ember végigkóstolja a borokat, de nem issza meg mindent. És akkor a jó borokat beleöntik egy ilyen nagy üveg búrába. Azok a borok külön-külön még akár jók is lehetnek, de amikor már össze vannak kötve, az moslék. Nem vagyok borász, de nem abból lesz a rozé? Abból nem lesz rozé. Nem. Jó. Abból csak moslék lesz. Elnök úr, ön többször is, ugye most beszélgetésünk folyamán is úgymond egyetértett a kormány. Nem is azt mondom, hogy egyetértett a kormány gondolataival, de nem ellene volt. Na most a nézők közül, illetve a választópolgárok közül sokan azt mondják, hogy a munkáspárt a kormány szekrétója. Tudom, hogy ez nem így van, de akkor miért van az, hogy egyet tud érteni a kormány dolgaival, illetve nem tud a liberálisokkal? A munkáspártnak van egy világos álláspontja. Ugye mi egy ellenzéki párt vagyunk. Ellenzék vagyunk a kormánynak, hiszen nem vagyunk bent se a parlamentben, se a kormány. De ellenzéke vagyunk a kapitalizmusnak is. Most ebben a tekintetben mi egy teljesen egyedülálló helyzetben vagyunk. Most én megértem azokat, akik azt mondják, hogy nem szeretik a Fidesz meg a kormány. Mi se szeretjük. De ha nem szeretem a Fideszt, az nem azt jelenti, hogy szeretem az ellenzéket, a Gyurcsányt. Hát ez nem így működik. Én más szeretek. Ezért mi azt mondjuk, hogy munkáspárt támogat mindent, ami jó a dolgozó, ami jó a népnek. Bárki mondja. És támogatunk minden ilyen kezdeményezést. De nem támogatunk semmit sem, amikor a néptől akarnak elvenni, amikor a dolgozóknak akarnak ártani. És ezt tesszük az önkormányzatban, ezt tesszük az országos politikában is. Hát mondjon sok jót az ellenzék, és akkor melléjük fogunk állni, de ilyeneket nem hallottunk. Jó példa erre, hogy Szalgyi Tibor 250 ezer forintos minimálbér ötletét is támogatják. Jól emléksz, vagy jól tudom? Hát nézze, ez a munkáspárt programjában mindig is benne szerepelt a minimálbérnek az emelése, és ha valaki azt mondja, hogy kérem, akciót indítok a minimálbér emelésére, azt az üdvözöljük. Hát ez nem rossz, bárki mondja, bárcsak tegyék. És annak is örültük annak idején, amikor a kormány fölemelte a minimálbéreket, mert azt se lehet tagadni. Viszont iszonyúan nem örülünk annak, amikor azt látjuk, hogy az idén ugye belementek a szakszervezetek abba, hogy 4% legyen a minimálbér emelése. És még inkább dönt bennünket, hogy mi emberek is belementünk. Tehát nem csináltunk semmit, nem rohantunk az utcára, nem mentünk a parlament ostromára, semmit nem csináltunk. És akkor majd csodálkozni fogunk most, amikor 2500 forint, pedig már olcsó az eper, ugye 2500 forint, és nem tudunk a gyereknek venni.
Hát lassan csirkét sem. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem, köszönöm az interjút kedves nézőinknek, köszönöm a figyelmet. Kövessenek bennünket továbbra is az interneten, ha kérdésük van, írjanak egy levelet a 10 perc Türmer Gyulával, kukac, munkáspárt.hu e-mail címre. Találkozunk a következő beszélgetésben. Viszontlátásra!